elsőként a családtámogatás intézkedésekkel kapcsolatban tennék fel néhány tisztelt kérdést. Egyrészt, hogy pontosan mekkora összeget jelent ez az intézkedéscsomag, és mikortól érvényesek ezek az intézkedések? Több intézkedésről is beszélünk. Az intézkedések egy része, mint például a diákhitel csökkentése, az 2018-tól érvényes lesz. Ugyanúgy, mint a jelzálogkitel esetében az 1 millió forintos jóváírás lehetősége azok számára, akik megszülik a harmadik gyereket, vagy a harmadik gyerek születik. Összességében 9 intézkedést vettünk most jóvá, amelyek a következő években jellemzőek lesznek. Ezekben van olyan intézkedés is, amely társadalmi intézkedés, például családok éve, vagy a családtámogató társadalmi rendszereknek a finanszírozása, és vannak egyedi életpályákat illető intézkedések. Én az egyedieket soroltam most föl, amely konkrétan annak a szülőnek, a szülőpárnak megy, akik vállalják a második gyereket, vagy vállalják a harmadik gyereket. Ezek 2018 január 1-től lesznek érvényesek, fölülről nyitott kasszák, akár 30-40 milliárd forintos tételt jelenthetnek. Tehát például a diákhitel csökkentése is több 10 milliárd forint, tehát hogyha a diákhitelből 50-100%-ot elengedünk második, illetve a harmadik gyerek esetében, az több 10 milliárdos tétel lehet. Hogyha a jelzálogban a harmadik gyerek születése vagy több gyerek születése esetén 1-1 millió forintot gyerekenként jóváírunk, magyarul a magyar állam átvállalja, az is több 10 milliárd forintos tétel lehet, a bölcsődebővítés is több 10 milliárd forintos tétel lehet. 100 milliárd forintra fog rúgni, véleményem szerint 100 milliárdos tétel a következő évi költségvetésben ennek a programnak a vége. És ez csak a 2018-as esztendőt illeti, mert lesznek még további terveink és lépéseink, ez csak az első akciópont. A mostani 4,6%-os GDP arányos családtámogatási összeget szeretnénk 5%-ra felvinni. A jelzáloghitelrel rendelkező családok esetében ott a már meglévő gyermekek esetében, vagy a vállalandó gyermek esetében? A megszületendő gyermek esetében. És ez a támogatás, ez hogyan viszonylag a csokhoz, illetve a... Kiegészíti azt. A kettő dolog párhuzamosan működik. Majd a csokhoz is fogunk gondolkodni, mert le kell vonni az elmúlt egyéb tanulságait. Ugye készült több anyag a csok helyzetével kapcsolatban, a család otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatban, például a pénzügyi rendszerek, a finanszírozás, a banki hozzáállás elemzése is megtörtént. És van itt egy másik kérdés is, az pedig az, hogy vidéken, mondhatom a saját választókörzetemet, vagy bármelyik parlamenti képviselőtársam választókörzetét, 150 ezer üres ingatlan van. Az a jellemző, hogy nem új házat akarnak építeni a fiatalok, hanem szívesen vásárolnának ezekből az üresen álló ingatlanokból, ha ehhez nagyobb támogatást kapnának. Tehát várható az egész csokrendszernek a felülvizsgálata, és várható a bővítés és az átalakítása is. Erről tegnap nem döntöttünk, tegnap csak arról döntöttünk, hogy az egész családtámogatási rendszer, az otthonteremtési kedvezmény rendszerét is felülvizsgáljuk. Különösképpen a vidékre, a falusi reformára és az eddigre egyéb tapasztalataira való tekintettel. Például mondok egy példát, nagyon sokan azt jelezték vissza, hogy a csoknak a bonyolítását a bankokra bízta a kormány, tehát technikailag a bankok bonyolítják, és van olyan bank, ahol ez jól megy, van olyan bank, ahol kevésbé. Van, ahol kifejezetten ajánlják a csókot, és volt talán olyan is, ahol lebeszélték a csókról azokat, akik érdeklődőként bementek, és helyette a bank a saját hitelét promontálta. Ezeket mind most értékelnünk el. A Kárpát-medencében elérhető babakötvényt az állampolgársághoz fogja kötni? Igen. És az utolsó, hogy... Ott fordítva gondolkodunk abban az értelemben, hogy határok nélkül minden állampolgárnak megnyitjuk a lehetőséget. De ezek óvatos lépések, mert nyilvánvaló, hogy a támogatások döntő részét lakhelyhez, magyarországi lakhelyhez kötjük. Ugye ma kétfajta magyar állampolgár van. Az egyiknek van magyarországi lakhelye, a másiknak nincs magyarországi lakhelye. A támogatások elsősorban magyarországi lakhelyen rendelkezőket célozzák, de a babakötvény esetében minden magyar állampolgár számára megnyitjuk ezt a lehetőséget. Ugye azt is bejelentettem, hogy a családi adókedvezményt növelik két gyermekes családok esetében. Ez az intézkedés ez azonos azzal, amelyről már 2015-ben döntött a parlament, hogy ez most egy újabb, és hogy emelkedik-e esetleg az egy, illetve a három gyermekes családok esetében. 2015-ben a parlament nem egy évre döntött, hanem én most jól idézem fejből, bár nem vagyok egy adózó. 19-ig el van döntve, 18 végéig pontosabban, el van döntve, hogy a két gyerekesek gyerekenként igénybe vehető adókedvezménye hogyan megy fel.
ennek már van egy száma 17-re, van egy 18-ra is. És az a kérdés, hogy 19 után mi fog történni, bővíteni fogjuk a két gyerekesek adókedvezményt, és a három gyerekesek is érintő lejtét születik már 18-ban. Ez most nem ennek a kormányülésnek a döntése volt. Tehát most van egy döntésünk 15 és 18 között, és lesz egy újabb döntésünk 19-től, ami a két gyerekesek számára a miniszterelnök szándéka szerint újabb kedvezményeket jelentenek, és a harmadik gyereket vállalók számára is újabb kedvezmények lesznek. Ezért mondtam azt, hogy amit most bejelentett a miniszterelnök úr, az csak az első lépés. Annak a célnak a megvalósítása érdekében, hogy 2030-ra, ha valaki gyereket vállal, az több mint két gyereket vállaljon, tehát családonként több gyereket. Egy másik téma.